Dr. Schranz Robert elmondta az általános intézkedéseket, amiket megtehetünk egészségünk védelmében. Legfontosabb az, hogy megfelelő hűvös helyen tartózkodjanak, amennyiben megtehetik, abban az időszakban, amikor nagyon magas a kinti hőmérséklet, ez is a nappalra vonatkozik. Érdemes, hogyha van lehetőség, klímát beszerelni, ezzel is lehet csökkenteni a belső hőmérsékletet. Személyesen pedig a folyadékfogyasztásra tenném a hangsúlyt, hogy sok folyadékot, elsősorban vizet, vagy ehhez hasonló folyadékot, semmiképpen nem alkohol folyadékot kell fogyasztani. Ez a legfontosabb tanács. Nyáron szeretjük a hűvös helységeket, de fontos, hogy a klímák és ventilátorok használatát ne vigyük túlzásba. Nagyon-nagyon lehűteni nem szabad, be kell tartani azt, hogy a külső hőmérséklethez kell szabályozni a klímát, tehát nem szabad 20-22 foknál nagyon hűvösebbre állítani a belső hőmérsékletet. Vannak, akik kerülik ezeket a berendezéseket egészségügyi okok miatt, ők inkább a szellőztetés mellé teszik le voksukat. Ventilátorom van, de mivel allergiás vagyok, én nem igazán használom azt sem. Tehát ilyenkor becsukom az ablakot egész éjjel nyitva, mikor már kint lehűlt, és akkor ilyenkor már most becsuktam, és akkor nem megy be a meleg. Tegnap is még 23 fok volt, hát az nagyon jó. A legtöbben már tudják, hogyan lehet elviselhetőbbé tenni a füllett napokat. Van, aki a friss gyümölcsök, zöldségek fogyasztására helyezi a hangsúlyt. Olyan zsíros ételeket ne egyen az ember, így könnyebb. Hát aki meg beteg, az meg maradjon 11-től 3-ig benn, reggeli órákba intézze el, és akkor kész. Szervezetünk védelmében vegyük figyelembe a javaslatokat, és járjunk el azok szerint, hogy könnyebben átlendüljünk a meleg hónapokon, és jobb legyen a közérzetünk.